És üdvözlök mindenkit, én Szajó vagyok, ezt még látjátok a Sims 3-nak és Dora King Eletének következő rész epizód, akinek meg kifejezést tetszik, hogy a legjobban, és üdvözlök a nőket, a hölgyeket, a csajokat és a lányokat. És sikerült egy levegőbe kimondanom. Amúgy meg Szajó vagyok, vagy ezt már mondtam? Nem tudom. Hú, ez most egy nagyon-nagyon összetett mondat volt. Na szóval, folytatjuk szépen Dora King életét. Ott hagytuk abba, hogy Dora szépen lefeküdt aludni, és miután egy kicsit még elszorakozgatott az idióta lakásban, vagy hát nem, az idiótája elszalakozott a lakásban, azután úgy szépen lefeküdt aludni. Hal a jó égnek, és most onnan fogjuk folytatni, hogy Dora ilyen hajnali fél öt óra, fél öt óra? Hajnali fél ötkor felébred. Vagyis hát fel kellene neki ébrednie. Mivel már fullon van az energiája. És fel is fog ébredni, és fel is fog kelni. Oké, Isten királyság. Milton pedig még szépen alszik, mert ő olyan hajnali egy óráig szórakozott itt a lakásban. Na mindegy. Csinálunk jó finom palacsintát. Na, jós. Mesz egy jós. Nagyszerű minőség. Hát akkor miért nem esszük? Hát azért csináltam. Megegyük. Na, Milton bácsi. Felébredtél? Aludtál 5 órát. Teljesen jó vagy. Úgy, né. Takarítsuk el, ha már itt vagyunk. Úgy, né. És lazítsunk egyet. Mert miért is ne? Ez a Milton, ez múltkor is ugyanezt csinálta. Na jó, állj. Állj. Értem én, hogy férfi. Értem én, hogy bolond, meg minden. De én ezt sose értettem az olyan emberektől. Tehát, most nézzétek meg, bekapcsolta a lejátszót. Dübörög a zene. Mit csinál? Leül és nézi a tévét. De én ezt sose értettem. Tehát, hogy egyszer most vagy tévézek, vagy zenét hallgatok. A kettő együtt nem megy, mert hogyha tévézek és nézem a tévét, akkor nem tudok figyelni a zenére. De hogyha a zene meg túl hangos, akkor meg nem tudok figyelni a filmre, mert nem hallom benne a szöveget, a zenét, meg minden egyébet, csak képileg látom a dolgokat. Tehát ezt nem értem. Értitek? Számítógépezés közben is kinyomom a tévét, mert nem tudok közben két dologra figyelni. Nem tudom, hogy ketté választani a szememet. Értitek? Szörnyű. Szörnyű az ember. Nagyon-nagyon szörnyű az ember. Ennek következtében az lesz, hogy egyepetyéznek ők szépen ketten. Ezt a kettőt meg úgy, hogy van, kikapcsoljuk a francba. Köszöntöm szépen. Nehogy már Milton szóljon ma bele itt az életünkbe, amikor én irányítom Dórának az életét. De nem baj, mert hogyha jól alakítom itt a dolgokat, akkor ide után majd Miltont meg tudjuk kérni arra, hogy költözzön ide, és akkor utána már irányítani fogom Miltont, és nem fog hülyeségeket csinálni. Jaj. Ennek örömére, amíg Dóráik el vannak, addig nézik egy időpontot, mert nem akarok kicsúszni az időből. Ugye 20 perces videót szándékozok. Összebújás. Az összebújás az ágyon, az... Azzal meg tudom ezt csinálni, ezt az ölelkezést? Esetleg. Na már. Meddig ölelkeztek már az ágyon? Már egy órája ölelkeztek. Már másfél órája ölelkeztek. Lassan már 2 órája ölelkeztek. Nem, ez sok. Akkor... nem. Mivel megint az a vágy a drágatos Dórának, akkor egyepetyézzenek. Ismételten egyet. Hallottad? Etta Ravazdi előléptetésben részesült. Miért nem egyepetyéztek? Halló? Na, azért mondom. Nehogy már, ne az legyen. Jó, mondjuk el tudom képzelni, hogy Milton már öregecske és már nem működnek úgy a dolgok, ahogy szeretné egy férfi ember. Pont arra végeztek, mire megjött a bejárónő. Isten királyság. Na, ennek örömére akkor... villásseggeri. Ó, őszi salát, azt majd úgyis olyan régen csináltuk. Na, srácok, lányok, most nézzétek meg Miltont. El fog menni, és be fogja kapcsolni a rádiót. Igen. Utána vagy neki el táncolni, vagy elmegy tévét nézni. Nem, elkezd táncolni. Tök jó, hogy ez egy lassú szám, és úgy táncol rá, hogy mint hogyha valami hatalmas nő bugi-bugi lenne.
Mindegy, nem szólok bele, ő tudja. Lehet, hogy csak így tud táncolni, csak ezeket a tánclépéseket ismeri. Aztán majd együnk ilyen őszi salátát. Mikor fog megnőzni a... izém? A főzés tudományom. Ha lassan azért már megnőhetne. Azért ezt is már meg kéne csinálni. Most te mit csinálsz? Megeszed a kajámat? Te! Nem neked raktam ki! Öcsém, ki ez? Megeszi a kajánkat. Micsoda? Ez tényleg egy bunkó. Dórával csináltam egy őszi salátát, hogy majd megesszük. De gondoltam előtte elküldöm Dórát WC-re, mert hát azért láttátok, hogy eléggé alacsonyan volt. Erre mit csinál ez az idióta? Oda megy és megeszi a kajáját. Hát ez tényleg egy kretén. Egyre jobban irritál ez az ember. Nem tudom, hogy Dóra mit teszik rajta. Ha? Mindegy. Ezek olyan dolgok, amiket nem érthetek meg. De ennek következtében megint csináltak egy őszi salátát, aminek következtében talán megnő a főzési jártossága Dóra. Dóra, edd meg azt a salátát. Köszöntöm szépen. Utána azt csinálsz, drágalatos Milton barátunkkal, amit csak akarsz. Például kell egy romantikus, szerelmes ölelés, hogy végre ezt is tudjuk itt... el is meglegyen. És meg elmegy WC-re. Szörnyű ez az ember. Nagyon-nagyon szörnyű. Úgyni. Na most állj meg, Milton! Nem azt mondtam, hogy táncolnak együtt. Ezt egy büdös szóval nem mondtam. Azt mondtam, hogy romantikusan, szerelmesen öleljék meg egymást. Szó nem volt itt táncról. Komolyan mondom, ez a Milton, ez rossz hatással van Dórára. Iszonyatos módon rossz hatással van rá. Na, megkapom már végre? Ezt az ölelkezést? Na? Na, 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 na? Valami? Akkor nem szerelmes ölelés kell? Jajjajjajj... Akkor barátságos ölelés kell ezek szerint? Tök jó, mert olyan meg nincsen már. Jó, igen, most adnak egymásnak egy masszást, és hát legalábbis csak Dóra ad Miltonnak egy masszást. Barátságos ölelje át... Barátságosan, na, van egy ilyen! Oké, okay. Mindegy, nem baj. Akkor cók, akkor nem megyünk oda, akkor egymás kezét megfogni, akkor ezt kikapcsoljuk, mert már eléggé idegesít. Addig kapcsolgattad azt a gépezetet, amíg el nem rontottad. És ezt megint meg kell javítanunk. Jaj, még szerencsé, hogy Dóra ilyen ezermester, meg mindenféle mester. Most már csak izé kéne, hogy legyen. Mi az? Karate mester, igen. Meg szakács mester. Nem lehet ezt csatlakozni? De hát ezt nem hiszem el. Nem kapcsolod be. Istenem már. Na, én is így gondoltam. Na nézzük csak azt a kertész csatornát, amíg Milton szépen elmegy számítógéppel játszani. Mert biztos, hogy azzal fog játszani. Nem, nem arra kell forgatni azt a kamerát, hanem erre szépen ígyni. Ó, az nagyon jó. De amúgy, ide figyeljél már! Gyere ide és tévézzünk együtt már, ne legyél bunkó! Istenem! Rossz, szörnyű ez a férfi. Ez a pasas. Iszonyatosan rossz. Na nézzük csak ezt a kertészeti csatorna elvileg. Elvileg ez az. Igen, hogyha gyönyörű szép virágokat szeretnél adni a párjának, akkor jöjjön el hozzánk. Nem mindegy, hogy milyen izé... Azt a mindenit. Azt figyeltétek? Az igen. Tehén meg virágnak a keveréke. Megint mi ez? Megint etyepetje. Megint nem bírnak magukkal. Az igen. A tehén virág felfalta a hölgyet. Jó, váltsunk csatornát. Pecázni, jó. Terror TV-t azt már néztük. A történelem nagyjai? Mi az a történelem nagyjai? Gondolom, ilyen történelmi... Na végre. Ezt már láttuk, nem? De ez valami történelmi, de ezt már láttuk valahol.
Na, jó. Az, addig, hoppá, bocsánat. Vissza, vissza, vissza. Akkor váltsunk egy másikra. Romantikus rendezvú. Mondom, romantikus rendezvú. Köszönöm. Ja, ezt is már láttuk, az a jazz énekes. Beleszeret egy csajba. Tök zónát már néztük el. Mi? Távvásárolda? Jaj, azt tudom, ahol egy macskát akartak nekünk eladni. Ja, igen, pont ez az. Oké. Okay. Sportvilág. Na, nézzük csak. Azt hiszem, itt is már voltunk. Aha. Az idióta hülye gyerek ott a háttérben. Aha, jó, ezt már láttuk, igen. Pecázni jó? Nem vagyok rá kíváncsi, hogy mit csináltak itt a kanapén. Ó, igen! Pecázni jó? Jó, ezt is már láttuk, az is biztos. Konyhaművész? Na, erre a nőre nem emlékszek. Meg ezekre se. Aha! Ez ilyen Gordon Ramsay féle ilyen konyhamester szakács. Mi volt annak a sorozatnak a címe? Annak a... A pokol konyhája. Oké, okay. Na most már azért lassan az eszembe jutott. Gordon Ramsay a pokol konyhája. Aha, ez is valami hasonló akar lenni. Látom, a tüzes torta az nagyon nem tetszett nekik. Vagy nem tudom, mi volt az. Az igen. Igen, jöjjünk be a hűtő, menjünk a hűtőhöz, vegyünk ki az alapanyagokat, mindent szeljünk föl, rakjuk bele egy tányérba, utána tegyük fel őket főzni. Dobjunk rá egy kis sót, és két másodpercet kész is a kaja. Bon appetito. Nyom, 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 nyom. Delicious. Jó, hogy ez egy film volt? Vagy valami az akart lenni. Na mindegy. Nem biztos, hogy film volt. Váltsunk csatornát. Volt akció. Szerintem már mindegyiket néztük, azért nézzük meg az akciót, hát hogyha azon van valami más film. Az már volt. Kölyök zóna. Milyen idióta filmeket adnak a gyerekeknek. Jaj ne, Teletubby. Teletubby, ja, ez mutka volt, ez volt a legelső film, amit megnéztünk igazából itt Sims-be. Na jó. Ez sok volt mára. Tudjátok, hogy táncoltuk akkor együtt. Hol van? Táncolnak együtt. Az is legalább szórakoztuk egy picit, igaz, hogy csak engem idősítettek ezzel egyfolytában, de nem gond, én nem számítok igazából, és csak egy isteni játékba játszuk mi egy istent, ahol Dórát kell irányítani. Az igen, szépen lementek itt a szükségletek. Na, nem gond, mi ez? Beteljesül egy csodás érzés, ha egy szim egy kívánsága beteljesül. Egy mégért fáj teljesítése miatt teljesen jó. Ezt nem tudom megcsinálni, mert ezek szerint ez beglitchelt, bebugolt. De mondjuk egy etyepetyét azt még tudunk orvosolni, vagy hát tudunk csinálni. És vasárnap este 8 óra van? Ó, banyek, na jó. Menjünk lazítani. Nyomjunk egy etyepetyét. Utána kajálunk, ürítünk, aztán alszunk. Kajálunk, ürítünk, fürdünk és alszunk, na. Így szépen ebbe a sorrendbe. És elfejtettem, amikor kezdtem el a felvételt. Jó, nem, eszembe jutott, mikor kezdtem el a felvételt, oké. Okay. Na, Milton, ne táncikáljál, hanem... ott van, oké, okay. Megvan. De nagy nehezen észreveszi az ember. Úgyni. Hulá! Kovel, lesz barátnőm valamikor, meg fogom neki mondani, hogyha egyepetyézni akarsz, akkor mondasz, hogy hulá! Ez lesz a szöveg. Hulá. Olyan, mint a puty-puty. Szegény mókaficek. Hát, ez mennyire ki van akadva a puty-putyra. Na mindegy. Jaj, micsoda hangzavarok vannak itt, azt a mindenit. Na, ennek örömére akkor. Csináljuk vacsorát, mondjuk spagettit Vegas szósszal. Aztán... Mondom, aztán ürítünk, aztán fürdünk. Reméljük, hogy... Most már kezdi nagyon kiúzni a gyufát ez a Milton. Gratulálok, Dóra épp most fejlesztette a főzés, tudom már egy jártasságát 8-as szintre. Dóra megtanult lazacot sütni, nézd be a könyvesboltba és pár új receptért. Nem akarok én könyvesboltba menni, elég, hogyha itt tudjuk a dolgokat. Egyen ilyet. Nem azért csináltam, banyek.
Jó, hogy nézd, szépen megfürdünk, szépen megeszi Dóra azt a spagettis vega szószot. Nem, spagettit vega szósszal. Aztán megyünk szépen aludni, mert holnap már jön a meló. 9 óra múlva, pontos, hogy pontosak legyünk. Na, sitsz aludni, aztán itt meg lesz egy időugrás, és mi nem sokára visszatérek, srácok, lányok, amint kinyomtam ezt az idióta zenebonát. Na, mindjárt visszatérek. Na, srácok, lányok, vissza is tértem. Most röviden tömören elmondom, hogy mi is történt az éjszaka folyamán. Drágátos Milton-ton kollégánk leült számítógépezni, aminek következtében elrontotta, úgy ahogy van. Aztán még idejött egyet, bekapcsolta a drágulatos hangfalszettes szórós mindenesünket, amit én most éppen ki is kapcsolok, és fogta magát, hogy 3-kor lelépett. Úgy ahogy van. Ez egy igazi idióta. Azt kell mondanom, de tényleg, ennél nagyobb idiótát még nem láttam a Sims-ek során. Te nem értem, hogy Dóra mit teszik rajta. Na mindegy, menjünk akkor szépen dolgozni, és hát Dóra szépen nem megy dolgozni, azt miután hazajöttünk, megjavítjuk majd ezt a számítógépet is, meg minden egyéb dolgot. Na mindegy, időugrás, aztán nem sokára visszatérek. Na, srácok, lányok, vissza is tértem. Még Dóra még nem jött haza a melóból, de ez miatt tértem vissza. A tudományos labok kísérletekkel próbálja kideríteni, hogy vajon az elbűvölő szíme képesek-e rávenni lényeket arra, hogy olyasmit tegyenek meg, amit egyébként nem biztos, hogy akarnának. Ezen a héten a tudósok mindenkinek fizetnek, aki képes hangyákat rávenni, hogy az adott helyen ássanak. Menj az intézetbe és mutasd meg, milyen elbűvölő vagy cél, vegyél részt egy kísérletben, a tudományos labor, miért lejár az idő, keres így pénzjutalmat, illetve szímele annak, illetve a karizma jártaságnak a fejlődése. Hát igen, ez majd az lesz, amire én gondolok, és miért akadozik a felvétel? Nem tudom, miért akadozik a felvétel. Lehet, hogy kezd elfogyni a merev lemezemen a hely, a kapacitás. Lehetséges, nem vagyok benne egészen biztos. Ja, szerintem fogy a merev lemezen a hely. Na mindegy, Dóra hazaindult. 4008! Szimele onna. Az teljesen korrekt. És mennyi az idő? Hát még van pár percünk. Na mindegy, hazajön szépen Dóra. Kifizetjük a számlákat, mert hát azért nem ártana kifizetni a dolgokat. Aztán szerintem el is ugorhatunk ebbe a kísérletbe. Azt megnézzük, hogy mit tud alkotni. Szerintem nagyon-nagyon kezd fogyni a merevlemezemen a hely, azért akadozik a felvétel, és azért van csak 5 FPS-em. Úgyhogy szerintem valószínű, hogy én most itt abba fogom hagyni itt a történetet, mert szerintem már nincs sok hely. Úgyhogy onnan fogjuk majd folytatni, hogy Dóra szépen majd kijön ebből a drágálatos intézetből. Én köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmét, ez volt a Sims Salonnak és Dóra King életének következő része epizódja, akinek majd kifejezést tetszik ugye a legjobban. Jövő héten találkozunk, és addig legyetek jók, igyatok sok vizet. Sziasztok!